Minden eddiginél konfrontatívabb kampányt indított el tegnapi kongresszusán az MSZP. A Fidesz igazi arca címmel országos akció indul, amelyben szembesítik a kormánypártot a választási ígéreteivel és az elmúlt 3 év kormányzásával. A központi üzenetek a trafik és földmutyi, a magánnyugdíjak lenyúlása és az elmaradt munkahelyteremtés lesznek. Ezen kívül a küldöttek elfogadták az országgyűlési és európai parlamenti választási listákat, és egy új pártprogramot is, Igazság, Biztonság, Szabadság, Jólét címmel. Somos András összeállítását láthatják a tegnapi napról. Reggel demarkációs vonal mögött várta a sajtó a kongresszusra érkezőket. Megpróbáltuk szóra bírni Gurmai Zitát, az Európai Parlament képviselőjét. Nem. Azt hogy érti, hogy nem? Hogy igen. A nőtagozat elnöke annyira sietett, hogy aztán percekig vaterkázott a külügyi és a földügyi kontingenssel a ház előtt. A választmány elnöke majd Mesterházi Attila is megérkezett. Több volt az 1 négyzetméterre jutó vörös nyakkendő, sál vagy blézer, mint egy egykori november 7-i ünnepélyen. A kamerák csak távolról szemlélték a nemzeti dohányboltok ügyfélkörét. A sajtót egyszerre engedte be az MSZP. Igaz, hogy a teremben viszont tágas helyet kapott. Eközben Sting szólt, egészen addig, míg össze nem rezdült a terem. Állarcos fiatalokat láthattak a tudósítók, akik a városlakóknak osztogattak előbb röplapokat, és egyszer csak beözönlöttek a terembe. Szélvész módján körberohanva és szétszorva a lapokat a megdöbbent küldötteknek. A show a szembesítésre épült. Egyetlen egy kép sem tud olyan erős lenni, mint maga a valóság. Azért a képek is elég erősek voltak. Aki nem nézett híradót az elmúlt fél évben, annak kép és magyarázat formájában jött a segítség. Van egy ember ebben az országban, aki közvetve több mint 90 trafikhoz köthető, garantált milliárdos bevételt szerezve. Tudják ki ő, ugye? Igen, Lázár János barátja, a trafiktörvény egyik kitalálója, a nemzet trafikosa. Az MSZP azt üzente a miniszterelnöknek, eljön az idő, amikor már nem tudja eltusolni az ügyeket. Ami a nyugdíjrendszer átalakítását illeti, ennek egyetlen, de világos és érthető oka van. Ez pedig az államadósság. A kormányfő mondatával szemben a kisfilmen az MSZP azt állítja, hogy nem csak az az ígéret nem teljesült, hogy megvédik a nyugdíjakat és külön számlára írják az egykori magán megtakarításokat, hanem az államadósság sem csökkent. 2011-ben 21.315 milliárd volt a magyar állam adóssága, 3.000 milliárd forint eltapsolása, elégetése után pontosan 23.249 milliárd forint ma Magyarország államadósága. Ángyán József hírhet mondatai a szocialisták kivetítőjén, és az MSZP szerinti felelősök a 65.000 hektár föld egy részének gyanús kiutalásáért és hektáronként 120.000 forint területalapú támogatás művelés nélküli felvételéért. A szocialisták szerint Budai Gyula rokonai 8 Margit szigetnyit kaptak, és 90 milliós támogatást. Felcsút és Alcsút, Mészáros úr és köre, Orbán Viktor kedvence, hát ők kicsiben nem játszanak, mindjárt 1000 hektár fölött vannak. Simicska Lajos cégei, állította a szónok, 15.000 hektárt kaptak összesen, majdnem 2 milliárdos jövedelmet. A szembesítő kampány utolsó eleme a munkahelyteremtés elmaradása volt. Ez a kampány most szétspliccel majd az ország különböző területeire. Arra szólítunk föl benneteket, és azt várjuk el tőletek a Magyar Szocialista Párt tagjai és szimpatizánsai százezreitől, hogy hétfőtől menjetek el a saját településeteken, és mondjátok el mindenkinek. Mutassátok be a Fidesz igazi arcát. Az elnök beszéde előtt lelkesítő kisfilm egy lendületes csapatról és egy karakteresnek látszó vezetőről. Olyan párt vagyunk, amely készen áll és képes arra, hogy 2014-ben leváltsa Orbán Viktort és bűnös csaló rendszerét. Ehhez pedig szükség van egy csapatra.
A csapat összeállt. Mint minden csapatnak, a miénknek is szüksége van egy csapatkapitányra. Kérem, köszöntsék az új MSZP csapatkapitányát, Magyarország következő miniszterelnökét, Mesterházy Attilát! A pártelnöke azt mondta, két értékrend és politikai kultúra küzdelme lesz a jövő évi választás. Azért ilyen az Orbán rendszer, mert annak kitalálója ilyen. Az ő jellemrajzának a pontos lenyomata a mai Magyarország. Mert Orbán Viktor erőszakos, mert Orbán Viktor háborúskodó, mert Orbán Viktor önkényes, mert Orbán Viktor Európa ellenes. Ezért, mert ő ilyenre akarja formálni a hazánkat is. Ez a politika a sikertelenségre kárhoztatott. A zsarnokságnak az MSZP lehet a gátja. A párt változást hoz majd, ígérte. Ha ezt egyszerűen kell megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy ezt úgy fogjuk megvalósítani, hogy munkát és kenyeret adunk mindenkinek. A régi szocialista jelszavakat a baloldal víziójaként mutatta be az elnök. Ez magával hozhatja a biztonságot, a jólétet és a szabadságot. Ez utóbbira nagy szükség van, minden harmadik szegény gyermek, és minden 10-ből 4 szegény fiatal. Nem csak azok vannak bajban, akik nem jutnak munkához, hanem akik dolgoznak, mondta. A munkavállalók egyharmada minimálbéres, és általános, hogy a szülők tartják el gyermekeiket, a nyugdíjasokat is beleértve, mindezért pedig a szónok szerint a miniszterelnök felel. Az a bűne, hogy visszahozta Magyarországra a Horthy rendszer nyomorát. A baloldal feladata a kiszolgáltatottak védelme. A Magyar Szocialista Párt nem szavazat maximalizálás logikáján közelít a társadalmi problémákhoz. Ahogy mondták a fiúk, mi senkit nem hagyunk hátra az út szélén. A kisvállalkozók hitelezését, a kiszámítható magántulajdonon alapuló gazdaságirányítást, az uniós kifizetések gyorsabb lehívását, átlátható közbeszerzést ígért Mesterházy. Az alábbi grafikán azt látják, hogy mindezekhez, a szociális intézkedésekhez honnan venne el pénzt. Az áldozatok, stadionépítés, a foci, a gázüzletág, a MOL részvények és a közgép megrendelések. Ebben a sorban említette az adózási fegyelem szigorítását és a korrupció visszaszorítását. Nem a külföld akarja gyarmatosítani Magyarországot, nem. Hanem egy kollégiumi társaság és annak barátai, nevezetesen az Orbán klán szállta meg Magyarországot. Az elnök végül jogállami igazságtételt ígért. Olyat, ahol a bíróságok és nem egy párt mondja meg, ki a bűnös. Ez a párt új politikus generációval, új politikával és új programmal áll a magyar választók elé. Tanultunk a hibánkból, másképpen fogjuk csinálni. Az emelvényre az elnök felhívta azt a csapatot, akik végigjárják a választókerületeket a helyi jelöltekkel. Ezek a politikusok egyébként előkelő helyen vannak az MSZP országos listáján, amelyet 82%-kal, és az európai listán, amelyet 85%-kal támogattak a küldöttek. Az MSZP a kongresszusán a Fidesz igazi arcáról beszélt. Egyet ez a párt biztosan eltanult a kormányzó pártól, azt, hogy a sajtót hogy lehet egy meghatározott, lezárt, kordonnal elkerített részen tartani. A küldötteket emiatt nem tudtuk megkérdezni arról, mit gondolnak a listára bejutott képviselőkről. Az első 10-ben csak Hiller István olyan, aki miniszter volt korábban. A 151 névből álló listán nem szerepel a mostani szocialista frakció, csaknem egyharmada. Így például Lendvai Ildikó és Kovács László korábbi pártelnökök, és Lampert Mónika és Kis Péter sem, akik több tárcát is vezettek a szocialista kormányokban. Az európai parlamenti lista élén Szanyi Tibor, a párt elnökségi tagja áll, de Veres János is befutó. Vagy tartózkodtak, vagy nem elszavaztak, vagy pedig nem dobták be az a szavazólapot. A párt szóvivője azt mondja, az elmúlt években új arcként feltűnt politikusokat preferálták, és ezen az sem változtat, hogy azért Szekeres Imre, Baja Ferenc vagy Juhász Ferenc elindulhat egyéniben. Voltak olyan ügyei az MSZP pénztárnokainak, Boldvai Lászlónak és mondjuk Puh Lászlónak is, amelyek pletyka szinten arról szóltak, vagy egy bírósági eljárásban arról szóltak, hogy nem teljesen tiszta az, ahogy az MSZP a pénzeit forgatta. Az, hogy ők például egyéniben indulnak, vagy a lista 35. helyén van Puh László, az mennyiben árnyalja ezt a képet?
Nézd, az MSZP gazdálkodása teljesen tiszta, erről beszélt a pártelnökünk is. Az állami számvevőszék, aminek vezetője egy volt fideszes politikus, az állami számvevőszék is megállapította, hogy teljesen rendben van az MSZP gazdálkodása. Ennek kapcsán azt gondolom, hogy mindenki, aki ezzel kapcsolatban valamilyen kérdőjelet megfogalmaz, annak konkrétumokat kellene megfogalmaznia. Ilyeneket nem nagyon hallottunk, szóbeszédek vannak, de ezekkel nem kívánunk foglalkozni, mi sokkal inkább Simicska Lajossal, Nyerges Zsolttal és az ő cégeikkel, illetve azzal akarunk foglalkozni, hogy hogyan lehet Magyarországot egy demokratikusabb, igazságosabb és biztonságosabb köztársaságát tenni. A párt elnöke is arra hivatkozott a tájékoztatón a Gyurcsány Ferenc tisztázatlan pártpénzekre vonatkozó kijelentése kapcsán, hogy a számvevők mindent rendben találtak a 2009-es és 2010-es évek kapcsán. Nem érzi úgy, hogy dolga lenne? Nem. Szerinte a rendőrség feladata tisztázni azt, hogy a bajai videó a feltételezett szavazatvásárlásról hitelese vagy sem. A kongresszus egyébként bár nem volt feladata, rábólintott, hogy a pártelnök október 22-én aláírja a választási megállapodást Bajnai Gordonnal. A szocialisták egy külön dokumentummal választási részvételre hívnak mindenkit, aki az Orbán klánt úgymond le akarja váltani a hatalomból. Vendégünk Megyesi Péter volt szocialista miniszterelnök, és így aztán volt miniszterelnök jelölt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miközben együtt néztük az előbb ezt az összeállítást, csóválta a fejét. Nem az ízlése szerint való, amit látott? Nézzük, a politikai ízlések különbözőek. Én egy higgadt, jó hangvételű, bizakodó kampányhíve lennék elsősorban, elmondva mindazt a kritikát, amit persze el kell mondani azért, hogy egy kormányt leváltsanak. Ez nem igazán az én stílusom, de ettől még lehet, hogy nyerő. Ugye két közönséget kell tudni elérni a szocialista pártnak, el kell érni a saját hagyományos közönségét, azt egy ilyen típusú kongresszussal és kampánnyal talán el tudja érni. Nem vagyok biztos benne, nem biztos, hogy mindenkinek ez nagyon tetszett, de azért ott a többségnek tetszett. De ezzel nem lehet megnyerni a választásokat. A választásokat akkor lehet megnyerni, hogyha ma bizonytalanok nagy része a szocialistákra szavaz. Ott pedig valószínűleg megosztó inkább ez a stílusú kampány, mint hogy megnyerő lenne. Legalábbis én nekem ez a véleményem, de hát majd az elemzők elmondják, mert én nem vagyok politológus, tehát én ezt nem tudom. Azért túl megosztó, mert túl negatív ön szerint, vagy túl agresszív, vagy miért pontosan? Azt hiszem, hogy a maga a stílus, nem az a baj, hogy az igazat mondják, hanem az a baj, hogy a stílus talán egy kicsit szokatlan. Lehet, hogy ez a megújulás, vagy az új arc része, majd meglátjuk, hogy milyen eredményt hoz. Önt meghívták egyébként erre a tegnapi kongresszusra? Nem, de hát a Fidesz kongresszusra sem hívtak meg. Úgy, a Fidesznek nem volt miniszterelnöke? Nem, de az MSZP-nek sem voltam tagja. Én úgy látom, hogy ezt egy MSZP belső ügynek kezelték ezt a kongresszust. Engem nem hívtak meg. Azért én érdeklődéssel megnéztem természetesen azt, amit az ATV-ben erről meg lehetett nézni. És hát változatlanul szurkolok, hogy legyen egy kormányváltás, de hát ahhoz nem feltétlenül kell nekem ott jelen lenni és részt venni. Lehetséges, hogy esetleg én szimbolizáltam valamit, ami a régi múltat idézi, bár hozzá kell tennem azt, hogy a múltat nem megtagadni kell, hanem túlhaladni. És én azt hiszem, hogy ebben lehetne azért egy-két dolgot csinálni még. Vagyis, hogy nem sikerült? Nem sikerült a korszakváltás ön szerint az MSZP-nek? Ezt én nem állítanám, ma még igazán nem tudjuk. Azt látom, hogy arculatban, megjelenésben, modernségben, új stílusban hoztak valamit, ami olyan érdekes, olyan figyelemre méltó. Ami a tartalmat illeti, azt még nagyon nehéz megállapítani. Ez a kongresszusi beszéd alapvetően a munkát és kenyeret két szóból a munka helyett inkább a kenyérre foglalkozott, ami egyébként helyes és szükséges, mert az emberek várják azt, hogy jobban élhessenek. De én azt gondolom, hogy egy ilyen kampányban azt is meg kell mondani, hogy az országnak nagyobb teljesítményre van szüksége ahhoz, hogy többet lehessen elosztani.
Erről, hogy hogy lesznek új munkahelyek, vagy beruházások, fejlesztések, ma még kevés szó esett. Én bízom benne, hogy itt most rendelkezésre áll majd egy fél év, ez alatt majd ez is kibontakozik. Ezek azok az érdemi kérdések, amelyekre korábban gondolt, amikor azt nyilatkozta, azt hiszem, a Magyar Nemzetnek, hogy még keresi magát az MSZP, meg kell fogalmaznia magát a pártnak, és érdemi kérdésekre nem adtak választ? Nézze, ugye van egy sor olyan kérdés, amire van egy konzisztens, általam nem szeretett, de konzisztens válasz a Fidesznek. Mondjuk olyan kérdésekben, mint a teljesítmény, olyan kérdésekben, mint az állam és a pénzügyek viszonya, van valamilyen válasza. Láthatóan a Fidesz balról nagyon nehéz megelőzni. A Fidesz programja, a Fidesz politikája egyre inkább eltolódik érdekes módon, különösen az elosztási kérdésekben bal felé. Na most az MSZP-nek kéne valamit mondani arról, hogy mondjuk ő hogy gondolja az állam szerepét. Mert nem kétséges, hogy nem csak Magyarországon, a világon mindenütt változik az állam szerepe. Más az újraelosztásba betöltött szerepe, a biztonságba betöltött szerepe, az oktatás, képzés, a kultúrába betöltött szerepe. Ezekre azért választ kell adni, nem kell türelmetlennek lenni, van még rá idő és lehetőség, és ezzel lehet szerintem nagyon sok embert megnyerni, amellett, hogy arról is szó esik, hogy persze az igazságtalanságokat meg kell szüntetni. Most egy 15 fejezetből álló programot is elfogadtak egyébként tegnap a küldöttek, ennek sok elemét már korábban is meg lehetett ismerni. Mesterházi Attila is beszélt róla tegnap, például szó volt arról, hogy szolidaritási adó lesz, és valami fajta nyugdíjkompenzációs rendszer, amennyiben a szocialisták hatalomra kerülnek. Ön korábban nem is olyan régen úgy fogalmazott, hogy egy terítettebb adórendszerre lett volna, vagy lenne szükség. Ebbe az irányba gondolkodott? Ez körülbelül az, amiről én is beszéltem, hogy tehát jobban szétteríteni a terheket. A magasabb jövedelműek nagyobb mértékben kell részt vállaljanak a közös feladatokban. Ez én azt gondolom, hogy rendben is van és jól is van, de ez megint csak még mindig az elosztás kérdése. És amiről én beszéltem az előbb is, és amit én nagyon szeretnék látni, hogy gondolkodik a szocialista párt a munkateremtés, a munkahelyteremtés kérdéseiben, a beruházások ösztönzésében, a gazdasági növekedés felpörgetésében. Mert mi itt az alapvető kérdés ön szerint, amire nem adtak választ? Ugye azt szoktuk hallani, hogy bizalmat kell teremteni ismét az ország iránt, mert akkor jön ez a befektetés. Ez mélyen igaz, a bizalom az egy nagyon alapvető dolog ahhoz, hogy egyáltalán elinduljon a beruházás és a fejlesztés. De önmagában bizalom, mondjuk pénz nélkül a bizalom az kevés. Tehát szükség van arra, hogy valahogy a fejlesztéshez szükséges forrásokat is generálni tudja az ország, hogy legyen egy olyan adórendszer, legyen egy olyan hitelrendszer, egy olyan bankrendszer, amelyik segíti a beruházásokat és a fejlesztéseket, mert míg a Fidesz elvitathatatlan érdeme az, hogy az egyensúlyi kérdésekre jól, rosszul, de talált azért választ, mondjuk a költségvetési egyensúlyt lényegesen javították. A adósság legalább nem növekedett, némileg egy egész picit azért csökkent is. Addig a gazdasági növekedésben tulajdonképpen teljesen megválaszolatlanul maradt a kérdés. Nincs gazdasági növekedés, nincs beruházás, ebből következően Magyarország sajnos nem jól teljesít. Önt egyébként az utóbbi időben, mintha elsősorban a jobboldali média kérdezné a baloldalról és a baloldal vezetőiről, és mivel elég gyakran kritikát fogalmaz meg, ezért meglepően barátságosak is lettek önnek, különösen a korábbiakhoz képest. Önt nem zavarja, hogy esetleg kampánycélokra használják fel a nyilatkozatait? Nem gondolom, hogy kampánycélokra lehetne felhasználni. Ugye egy cikknél vagy egy interjúnál két dologban lehet elkövetni olyat, amelyik mondjuk megmásítja a karakterét az interjúnak. Az egyik egy fénykép, ahol mondjuk ki lehet hozni egy olyan fotót, amiből az derül ki, hogy már csak két hete van a Palinak hátra. A másik pedig mondjuk az, hogy olyan címeket választanak, amely cím egyébként mondjuk tényleg felhasználható bizonyos politikai célokra. Ha valaki vesz a fáradtságot és elolvassa az interjút, akkor eligazodik benne, ha csak a címet olvas
mondta el, hát azt hát nem ez egy kritika nem csak a címben van, hanem az ön konkrét szavaiban is. És olyanok is lehetnek a baloldalon, akik esetleg azt gondolják, hogy egy sértett ember nyilatkozatairól van szó. Nem gondolom, hogy sértett lennék egyáltalán. Én jól vagyok a bőrömben, jól érzem magamat, és nincs semmi sértettség bennem. Én nagyon szurkolok, de azért az nem jelenti azt, hogy az ember elfogult legyen. Én nem azzal segítek, hogyha mindenre azt mondom, amit csináltok, ez nagyszerű, ez nagyon jó. Aztán amikor majd hirtelen kiderül, hogy nem volt siker, akkor azt mondom, hogy ja, bocs, hát én biztattalak benneteket. Én akkor segítek, ha azt mondom, hogy ez jó, ez meg igazán még nem jó, és akkor tessék szíves lenni egy kicsit másként gondolkodni. Egyébként, ha figyelemmel kísérte, és volt olyan kedves, hogy figyelemmel kísérte az általam adott interjút, vagy interjúkat, akkor azért abból kiderült, hogy én mind a két oldalról elmondtam a véleményemet. Nem keresem senkinek sem a kegyeit, éppen azért, mert jól érzem magamat a bőrömben, éppen azért én úgy gondolom, hogy elmondhatom azt, hogy mit gondolok az egyik vagy a másik oldalról, az ország helyzetéről, a változás szükségességéről, vagy annak a módjáról. Persze a baloldalon belül is vannak oldalak, és ezekről is elmondja időnként a véleményét. Ugye egyfelől azt lehet tudni, hogy Mesterházy Attila bizonyos értelemben önnek köszönheti a politikai feltűnését annak idején, hiszen önnek volt személyi tanácsadója. Aztán az elmúlt időszakban azt nyilatkozta inkább, hogy Bajnai Gordont látná alkalmasabb miniszterelnök jelöltnek, és hogy ő lehet az az integráló személyiség, aki gazdasági értelemben is ki tudja vezetni az országot. Most viszont tegnap láttuk, hogy Mesterházy Attilát úgy mutatták be, mint a következő miniszterelnökön, és ön nem olyan régen azt nyilatkozta, hogy Bajnai Gordon nem közgazdász, szemben például Matolcsy Györggyel. Akkor most hogy vélekedik erről a versenyfutásról? Igen, ez a nem közgazdász, ez egy ilyen visszatérő szlogen. Ugye a magyar nyelv értelmezése szerint közgazdaságtan az nem vállalatgazdálkodást jelent, hanem közgazdasági kérdéseket. Vagyis a nemzetgazdasággal foglalkozó szakembereket szokták általában közgazdasági szakembereknek nevezni. Ilyen értelemben az, hogyha valaki egy magas poszton kezd el nemzetgazdasági kérdésekkel foglalkozni, az nem klasszikusan közgazdász. Aki eltöltött egy pár évet ebben a szakmában, az már a véleményem szerint az Kupa Mihály közgazdász. De akkor ebben értékítélet volt Bajnai Gordon képességeit illetően, vagy nem? Ez egy tény volt. Nem. Én azt gondolom, hogy nem. Ugye ez egy olyan összefüggésben került elő, hogy az elmúlt időszakban elég világosan kiderült az, hogy minden politikus szeretné megkerülni a kellemetlen lépéseket, és ezért inkább mondjuk a bankokra terhel, vagy a telekommunikációs vállalatokra terhel adókat, extra adókat, gondolván, hogy az majd a lakosságot nem érinti. Na most csodák nincsenek, és erre mondtam én azt, hogy kérem szépen, van egy alapközgazdasági tétel, amelyik úgy szól, hogy van három végső felhasználó, a fogyasztó, az export és a beruházás. Beruházásból már vissza nem tudunk lépni, mert már olyan alacsonyan vagyunk, hogy már igazán már a pótlás sem következik be. Exporton nem lehet ugye szorítani, mert az tönkreteszi a fizetési mérleget, tehát a végső felhasználó, igazán a fogyasztó az, aki igazán megfizeti ezeket. Hiába első látásra úgy néz ki, mintha a bankra terhelném, hát tessék megnézni mindenfajta adót, amit a bankkal megfizettet az állam, a következő egy-két hónapban, vagy egy-két évben áterhelnek a lakosságra. De a kérdés másik része viszont arra vonatkozott, hogy Mesterházy Attila és Bajnai Gordon közül most éppen kit tart alkalmasabbnak? Nem változtattam én a nézetemet. Én azt gondolom, hogy a Bajnai Gordon, mint miniszterelnök bizonyított, ezen sokan már tudom, hogy másként gondolkodnak erről. Én úgy gondolom, hogy egy jó, megbízható miniszterelnöki teljesítményt nyújtott. Együtt dolgoztak Mesterházy Attilával, aki akkor a frakcióvezetője volt. Tehát azt hiszem, a két ember a jövőben is együtt tud dolgozni, de ez nem egy párt, ez két külön párt. Az egyik egy liberális párt, a másik egy szociáldemokrata párt. Ön egyébként azt is nyilatkozta, nem annyira régen, de... Ha ott leszünk... Bocsánat, 2010-ben nyilatkozta azt hiszem, hogy ön szerint 18-ig a baloldalnak egyáltalán nincsen esélye, de ez nem baj, mert addig legalább majd kitermelődik egy ütőképes ember.
Mesterházy Attila még nem ez az ütőképes ember? Én azt mondtam, hogy az is lehet, hogy 18-ig is eltartanak a kormánynak a mandátuma. Azért mondtam, mert láthatóan volt egy űr a baloldalon, amit kezd Mesterházy Attila betölteni. És ez nagyon jó. Tényleg többször mondtam, és ma is azt állítom, hogy a magyar politikusok között az elmúlt 3 évben a legtöbbet Mesterházy Attila fejlődött. Majd, hogyha egyszer oda jutunk, remélem, hogy kormányváltásra kerül a sor, akkor ők egymással meg fognak egyezni. Az egyik egy liberális közönséget próbál vonzani, a másik egy szocialista, szociáldemokrácia felé kacsingató közönséget akar vonzani, és ebből lehet egy szavazat optimálás, optimalizálás. Lesz belőle szerint győzelem 2014-ben? Hát jós nem vagyok. Korábban jósolt, azt mondta, hogy 18-ig nem tartja valószínűnek. Én azt mondtam, hogy 18-ig is eltarthat, ha nem alakul ki olyan helyzet. Ma azt látom, hogy az emberekben van igény a változásra. Ez elég világosan megfogalmazódik az utcán, ha megyek, ha bárhol hallok, olvasok újságokat, találkozom emberekkel, barátokkal vagy nem barátokkal. De kell hozzá egy olyan vonzó személyiség, egy vagy kettő. Kell hozzá olyan program, egy vagy kettő, amelyik a végén összeegyeztethető, összefésülhető, és amiből lehet egy sikeres látja váltás. Látja ezt a vonzó személyiséget, egyet vagy kettőt, és programot, egyet vagy kettőt? Tudja, ez úgy van, hogy a helyzet maga kitermeli az embert. Tehát ezen nem érdemes. Tudom, hogy az újságírókat elsőben új ember már nem fog kitermelni. Nem, majd a kettőjük közül kitermeli azt, aki igazán képes lesz arra, hogy a kormányzást elvégezze. Egyébként a kormányzás sohasem egy ember kérdése. Hát mondjuk talán a mai kormány esetében eléggé az. De egyébként mondjuk a normál menetében a kormányzásnak azért a politikai, támogató politikai párt és a miniszterelnök valamilyen módon nagyon szoros együtt élésben kell folytassa az életet, és ehhez kell közöttük egy összhang legyen. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen.